Köszönöm mindazoknak, akik belátták azt, hogy a tűzoltóság egy értékes szervezet, és ezzel elősegítették a munkánkat. Ha csak annyit elmondjak, hogy az idén a két jármű, a horgosi és a kanizsai, lehet, hogy nem túlzok, hogyha mondom, hogy 50 bevetésen vett részt, ez is megmutatta azt, hogy mekkora szükség volt Magyar Kanizsa területén, hogy legyen egy ilyen három gyors beavatkozó kocsi. Tudjuk azt, hogy településeink Kanizsától Orom, Horgos jóval távol esik, és ezekkel a járművekkel az első bevetést, mielőtt még a hivatások megérkeznek, mi megbírjuk kezdeni. Szeretném még megköszönni Csikós László úrnak, aki először fedezte föl ezt a tűzoltóságban valami reményt, hogy meg kellene erősíteni. Ő sokat áldozott időt is erre, hogy és próbáltuk együtt fejleszteni a lehetőségek szerint. Én remélem, hogy ezzel a három autóval nem állunk meg, bármi is legyen, mivel fejlődnünk kell, és így haladunk a korra előre. Még egyszer annyit, hogy köszönjük, reméljük, hogy nem sokat kell használni, akkor annyi lesz, hogy kevesebb tűzünk lesz. Köszönöm szépen még egyszer. Hát akkor én ünnepélyesen átadom a harmadik jármű kulcsait először a szövetség elnöknek. Köszönöm szépen. Aláírunk azért egy átvételi. Egy pár szóval szeretném megköszönni, ez a 150 aktív oromi tűzoltó tag mindenkor részt vesz ebben, és csak úgy szeretnénk, hogy csak mutogassuk ezt az autót, és ne használjuk minél kevesebbet. Köszönöm. Férnek a sérült személyhez.
kés a bajba. Mai toromon valóban átadtuk a harmadik rohamkocsit, ezúttal a Zoromi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Ez tervünk volt, hogy összesen 3 ilyen járművet biztosítunk, pénzelünk ki, és ezzel lefedjük a község egész területét. Egy került Magyarkanizsára, egy Horgosra, és a harmadik ide Oromra. A tűzoltó egyesületeink igen aktívak, ez a Zoromi például 150 tagot számlál, nagyon tömeges, sok fiatal bekapcsolódott ebbe a nemes tevékenységbe, versenyeket is nyernek, és az egész szövetség is igen aktív a községben. Az elképzelés az volt, hogy mivel a tűzvédelemben fejlesztenünk kell a községben, mert elég fejletlen állapotban volt, amikor átvettük ennek ezt az önkormányzatot. Ezért döntöttünk úgy, hogy mivel a hivatásos egység az a belügyminisztérium keretében van, és igazán nem a mi dolgunk fejleszteni ott a tűzoltást, illetve a felszerelést, ezért inkább az önkéntes egyesületeket fejlesztjük, és ezzel több legyet is ütünk ki egy csapásra. Egyrészt nagyobb területet fedünk le, az egész község területét a 13 településsel, másrészt pedig, mivel a civil szféráról van szó, és egy nagyon áldásos, szép tevékenységről, ezt is támogatjuk ezen a módon, hiszen gondolom a jobb felszerelés, a támogatás az ösztönözni fogja a munkát. Hát a felszerelés mellett szükségesek az épületek is, tűzoltó otthonok is, megfelelő állapottal. Ezek is el voltak hanyagolva a múltban. Szerencsére ez a szándékunk, hogy ezeket az otthonokat felújítjuk, találkozott a tartományi mezőgazdasági titkárság szándékával is, hiszen ők is a mezőgazdaságban felismerték azt, hogy a tűzoltás az nagy jelentőséggel bír, különösen az aratás idején, és támogatták ezeket a szándékainkat. Együtt a község, a tartomány, és részben ugye a helyi közösségek is hozzájárultak ehhez, több tűzoltó otthonokat már felújítottunk, között ezt az Oromit is, hiszen, mint tudjuk, Oromon az egyik jelképe a falunak a tűzoltó torony, ezt is sikerült sikeresen felújítanunk, tehát egy teljesen új tűzoltó otthont kapott az egyesület. Evo danas u Oromu smo predali i treće vozilo za brzo reagovanje, odnosno vatrogasno vozilo, koje se koristi na teritoriji naše opštine. Jedno takvo vozilo ima već Horgoš, jedno Kanjiža i evo trećeg vozila ovde u Oromu. Ova vozila su data od strane lokalne samouprave dobrovoljnim vatrogasnim društvima u ovim mestima sa ciljem da se pospeši zaštita od požara u celoj našoj opštini na ovaj način da se istovremeno daje podrška civilnim udruženjima u ovoj oblasti. Ja mislim da će to itekako dati podstrek i ovom civilnom udruživanju, a i rešavamo na ovaj način problem zaštite od požara, znači da se što brže na adekvatan način ugase ti požari, kao što to vidimo i ovde na ovoj vežbi. Úgy gondolom, hogy egy nagy segítség, mert ide tartozik Dolina is, Újfalu is, és traktorra elég nehezen még bírjuk közelíteni, de 15-20 perc körül. Ebben meg 2-3 perc alatt ott vagyunk, és elbírjuk kezdeni az oltást, és utána kapunk vizet, és bírjuk teljesen lokalizálni a tüzet. De úgy gondolom, hogy nem nagyon szeretnék használni, mert nem is nagyon sok tüzünk van évente, de ha szükség lesz rá, akkor használjuk, inkább így mutogatásra szeretnénk tartani.